Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt, ezen a képen láthatunk egy királynőt, és ez a királynő uralkodik. Uralkodik a levegő eleme felett, ami utal könnyűségre, a szabadság érzetére, döntésekre, beszélgetésekre. Miről van itt szó? Ki ez a hölgy? Az lehet, hogy te vagy ez a királynő, és ő szeretne beszélni veled, és elvárja azt, hogy te hozz döntéseket. Persze az is lehet, hogy van valaki a környezetében, aki uralkodni akar felette. Ez lehet valaki a munkahelyén, egy főnöknő például, vagy valaki a családban, az anyukája, vagy a nővére, az is lehet, hogy van valaki a múltból, vagy ha ő még nős, akkor lehet a feleség is. Ahogy én érzem, mindkettőre utal. Ő beszélni akar veled, tisztázni valamit, elvárja azt, hogy te hozz döntéseket. Azon kívül van valaki a környezetében, aki parancsolgat neki, megpróbálja őt elnyomni, uralkodik felette. Ő mindezt most átéli. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a varázsló arra utal, hogy megvan nála most ez a varázslatos kisugárzás, és hisz abban, hogy kettőtök között van ez a mágikus vonzalom. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Az ötös szám arra utal, hogy valaki befolyásolja őt. Ez nem kellemes, mert itt van egy húzavona, és itt be kell fektetnie az erejét, mert védeni kell magát. Valaki támadja őt, vagy konkurál vele. Ki kell lépni ebből a szituációból? Erre utal az a középső bot, túltenni ezen magát. Ő ezt bizonyára elmondja neked, hogy itt vannak nehézségek, kihívások, de akkor is, ha ő nem szól erről, érezni fogjátok ezt a feszültséget nála, holott megvan ez a varázslatos erő is. Mindkettő érezhető lesz a napokban. És most megtekintjük a napi kártyát. Ennek a könyvnek több jelentése is van. Utalhat tudásra, képzésre. Azt is jelentheti, hogy neki most tanulni kell ebből a helyzetből, hogy ne engedje meg azt, hogy mások befolyásolják őt, vagy valaki megpróbál uralkodni felette, és parancsolgat neki. A könyv utal zárkózottságra is. Vagy arra, hogy nem mond el mindent, vagy jó lenne, ha ő zárkózottabb lenne, és nem kell foglalkozni ezzel a személlyel, aki megpróbál uralkodni rajta, mert bízzon a saját erejében, és mondjon nemet. Amire még szeretném felhívni a figyelmeteket, az február 24-e, egy különleges nap. És ez érezhető lesz a párkapcsolat
területén. Az elmúlt napokban, hetekben volt Mars bolygó és Vénusz bolygó között egy úgy nevezett kvadrát aspektus, ami kihívásokra utal. Mivel Vénusz bolygó gyorsabban mozog, mint Mars bolygó, eltávolodott ettől a kapcsolattól, és az arra utal, hogy véget ért ez a feszültség, és javul a helyzet. Az indiai számítás szerint eddig Vénusz bolygó a bak jegyében volt, de most már áttért a vízöntő jegyébe. Vénusz bolygó szimbolizált bennünket, hölgyeket, és most a vízöntő jegye lesz érezhető, a levegő eleme, a könnyűség. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat. Eddig a Kos jegyében volt az indiai számítás szerint, ahol Mars bolygó jól érzi magát, mert uralkodik a Kos jegye felett, és most áttért a Bika jegyébe, ami a Föld eleméhez tartozik, tehát itt lesznek reális dolgok, és mivel a Bika jegye mutatja a nyugalmat is, és megtalálják a belső nyugalmukat, amit még a Bika jegyek közöl, azok az értékek vagy az anyagi dolgok, ez áll a férfiaknál most a középpontban. Ami érdekes február 24-én, hogy Mars bolygó eléri az aranykaput. Ez az aranykapu a Kos jegye és a Bika jegye között van, és ezt a plejádok és a hiádok, ezek a csillagképek alkotják. És itt vannak fontos döntések. Melyik irányba tekintünk? Ez az aranykapu nem más, mint a mesebeli Holle anyó. Itt vagy mi vagyunk a nyertesek, vagy a vesztesek. Visszatérve a mesére, vagy mi vagyunk az arany Mari, tehát a nyertes, vagy a szurkos Mari, a vesztes. Ez inkább a férfiakra hat, mert itt Mars bolygó energiájáról van szó, de nálunk hölgyeknél is van hatás, mutatja a mi erőnket. Hova fektessük be az erőnket? Megéri-e, vagy nem éri meg? Figyeljünk oda! Természetesen utalhat párkapcsolatra is. Egy férfire megéri rá várni, vagy vesztesek leszünk, és jobb lenne ezt lezárni. Ami még érdekes ezen a napon. A maja naptár szerint indul egy új hullám, mégpedig a harmadik hullám. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, hogy milyen energiát közöl ez a maja kalendárium. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám. Ez rezgésekre utal. Egy ilyen rezgés 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. És 24-én indul a harmadik rezgés. Ez a nap. És az egész hullám, tehát 13 napon keresztül Manik uralkodik. Manik lefordítva egy kék színű kezet jelent. És az utal arra, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. A kék szín pedig a víz elemét jelenti, tehát itt érzelmekről van szó. Azon kívül, ezen a napon, tehát február 24-én nyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, és ennek van gyógyító hatása. Ha tudni akarjátok,
hogy mikor vannak ezek a napok, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, erről beszámolok a Facebook oldalamon. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!